egy estém otthon. Borozgatán kapámmal, ivott a jó öreg, és a kedvemért ez egyszer az Isten áldja Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még. Előítéletét az évek nem szünteték. Na no, csak hitvány egy élet az a komédia. Fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színet. Szeretném látni egyszer mindhány bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, és nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért, nem sok hajszálla húlt hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiült, én irogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell, -e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem meg kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a Földön nekem van legszeretőbb anya.